tüdőszűrés az egyik leggyorsabb és legegyszerűbb vizsgálat, mégis hanyagolni szokás. A többség megelégszik azzal, hogy bizonyos munkakörök betöltése kapcsán előírt üzemorvosi vizsgálatok során felkeresen egy tüdőgyógyászt, ám önmagától jószerével senki sem teszi. Hogy miért, az rejtély, hiszen amellett, hogy abszolút fájdalommentes és pár perc alatt letudható, számos igen komoly betegség megelőzhető, vagy legalább időben felismerhető vele. Különösen fontos volna a dohányosok rendszeres ellenőrzése, mondjuk évente egy alkalommal, de a tapasztalat azt mutatja, hogy éppen ők élnek legritkábban a lehetőséggel. Most, a koronavírus járvány kellős közepén, mintha többeket foglalkoztatna a légzőszervi rendszer állapota, de a kontrollszám még így is messze elmarad a kívánatostól. A tüdőszűrő állomásokon mindezzel együtt nem csupán a klasszikus, jól ismert mellkasröntgenezést végzik, más, legalább annyira fontos, és az orvos számára a légzőszervek állapotáról sokat eláruló vizsgálatra is sor kerülhet. Valamikor a tüdőgyógyász hálózat a TBC-nek a leküzdésére szerveződött az 50-es években, amit majdnem, hogy sikerült legyőzni. Manapság már elég kevés TBC-s betegünk van. A múlt évben nekünk például 5 TBC-s betegünk volt összesen. Ahogy csökkent a TBC-s betegeknek a száma, akkor a hálózat átvette az úgynevezett obstruktív tüdőbetegségeknek, ez az aszma és a COPD-nek a kezelését. Ugye a COPD, azt hiszem, az is ismert manapság, elég sokat hallani róla, a tüdőtágulás és a krónikus hőrkurutnak egy ilyen közös szindrómája, elsősorban a dohányosoknál kialakuló betegség. Aztán a tüdőgyógyászhoz tartoznak a légúti allergiás betegségek, ez a szénanátha és szintén az aszmának az egyik formája. Akkor azok a betegek, akik vagy panasszal, vagy szűrés kapcsán kerülnek ide az, hogy daganat gyanú, ezeknek a kivizsgálását is mi kezdjük el, illetve hát mi küldjük általában tovább vizsgálatokra. További betegségcsoport a tüdőembólia, ami szintén hozzánk kerül, illetve hát a napi szinten régebben a leggyakoribbak az úgynevezett gyulladásos betegségek voltak, elsősorban a hörgő és a tüdőgyulladás, illetve néhány felső légúti gyulladás is korábban azért nálunk csapódott le. Talán ezek azok a legnagyobb betegségcsoportok, akikkel foglalkozunk. Mivel beutaló köteles rendelés vagyunk, elsősorban a házi orvos, illetve más szakorvos kollégák küldik hozzánk a betegeket. Alapellátás szintjén, amikor ők úgy gondolják, hogy tovább kell küldeni. Hát ezek a tünetek a tartósan fennálló lázas állapot, a köhögésnek különböző változatai, fulladás, nehéz légzés, mellkasi fájdalom, hogyha a beteg sokat fogy, étvágytalanná válik, vagy hát ugye az allergia kapcsán a szénanáthás tünetek. Először is a betegek előjegyzésre jönnek, a felvételi irodában jelentkeznek, utána ahhoz a kollégához, akinél elő vannak jegyezve, bekerülnek. Az első dolog, hogy kikérdezzük a betegeket a panaszaikról, esetleg régebbi betegségeikről, a gyógyszerelésükről, utána fizikálisan megvizsgáljuk, és hát ez alapján az emberben ugye felmerül valamiféle gyanú, és akkor különböző vizsgálatokra tudom küldeni. Az egyik a röntgen vizsgálat, nem fáj. Ha úgy gondolom, hogy a légzésével van probléma, aminek szeretném ugye a mértékét megállapítani, illetve mienségét, akkor légzésfunkciós vizsgálat történik. Tudunk végezni a légúti allergiára úgynevezett prick-tesztet, amikor megnézzük, hogy a bőre fölcsöpögtetve az egyes allergéneket ugye mennyire pirosodnak meg. Pulzoximetriát, tehát amivel ugye az oxigén ellátását nézzük a betegnek. Ebből valami diagnózis általában születik. Ha tudjuk, akkor ugye azonnal beállítjuk a beteget a megfelelő terápiára. Ha pedig ugye kiegészítő vizsgálatokra lenne szükség, akkor el tudom küldeni a beteget CT-re, vagy különböző egyéb szakvizsgálatokra, hát ugye nálunk leggyakoribb gégészet, kardiológia. Ha pedig olyan vizsgálatra van szükség, ami csak kórházi szinten végezhető, például egy tükrözésre,
akkor vagy a betegnek az állapota súlyosat, akkor nyilván a kórházba küldjük a betegeket. A tüdőszűrésen ott ugye elsősorban keresünk valamilyen gyulladásos betegséget, vagy manapság már elsősorban a daganatos betegségeknek a kiemelése az, ami nagyon fontos dolog, mert hogyha valami gyanúsat észlelünk, akkor a beteg nem kap leletet, hanem egy olyat, hogy át kell jönnie a tüdőgondozóba, és akkor itt történik a további kivizsgálás. A koronavírus járvány ráirányította a figyelmet a légzőszervrendszerre, elsősorban a tüdőre. A Semmelweis Egyetem amolyan kisokos jelleggel még tüdőtorna videót is készített, ami orvosi felügyelet és különösebb gyakorlat nélkül is végezhető otthon, egyedül is. A torna persze arra nem alkalmas, hogy megelőzze a fertőzést, arra azonban nagyon is, hogy akár a fertőzésből lábadozó, akár a mindennapok során belélegzett portól és rákkeltő anyagoktól megfáradt légzőszerveket az ember átmozgassa, sőt edzze egy kicsit. Ugye, ami most az utóbbi időszakban sajnos a Covid miatt eléggé háttérbe került, az a rendszeres mozgás, és a mozgással kapcsolatos légzőtorna lenne, ami, bár azt gondoljuk, hogy nagyon egyszerűnek tűnnek a feladatok, de ezeknek a rendszeres elvégzése kapcsán nagyon sokat tudunk segíteni a tüdőnk állapotán, részben azzal, hogy megtartjuk a légzőizmoknak az izomerejét, részben pedig, hogy az állóképességét, illetve esetlegesen a tüdőt kitisztítsuk, hogyha ugye főleg a környezeti ártalmak érik. Ezek azok a gyakorlatok, amit mondtam, hogy egyszerűnek tűnnek, de mégis nagyon hasznos gyakorlatok. Tulajdonképpen bárki végezheti, tehát semmi olyan ártalmas nincs bennük, hiszen bármikor abba hagyhatóak, tehát amikor valaki úgy érzi, hogy ez számára megterhelő, akkor nem kell. Viszont hogyha rendszeresen csinálja, akkor a gyakorlatokból látható volt, hogy ezzel a tüdőnket jobban át tudjuk szellőztetni, minden tüdőterület akkor ezek után részt fog venni a légzésben, megnöveljük az izomerőt, a légzőizmok erejét, és az egy ilyen védettséget ad tulajdonképpen a légúti betegségekkel kapcsolatban, gyorsabban, ha létre is jön, hát most például a COVID kapcsán látjuk, hogyha létre is jön esetleg egy COVID-fertőzés, akár még egy tüdőgyulladás is, utána a gyógyulást ezt nagy mértékben segíti. De ugyanígy a COPD-s vagy az aszmás betegeknek a rehabilitációjában ezek a gyakorlatok nagyon hasznosak. Tehát a lényeg az, hogy mindenki, aki csinálja, rendszeresen csinálja, annyit csináljon belőle, ami számára nem megterhelő, illetve hát lehet a gyakorlatok számát egyre fokozni, hogy minél jobban segítsük a légzőizmoknak a megerősítését. Aki utoljára akkor vett részt tüdőszűrésen, amikor még soroztak a honvédséghez, vagy jobb esetben akkor, amikor üzemorvoshoz irányították a munkahelyén, netán ha még életében nem járt tüdőgondozóban, az jobban teszi, ha felkeresi a házi orvosát és beutalót kér tőle. Addig pedig, sőt utána is érdemes légzőtorna gyakorlatokat végezni, olyan ez, mint a sport, csak nyerhet vele az ember.